gyorsmozgású és hőszigetelt ipari kapukat, robotvezérelt védelmi technológiát, tűzmegelőzésre is képes kamerát mutatott be az EFAPLEX Hungária Kft. Az ipar napjai nemzetközi szakkiállításon. Két fő területet emelünk ki ezen a vásáron, az egyik az energiahatékonyság, másik terület a digitalizáció. Az energiahatékonyságot segíti a közép- és nagyvállalatoknak a mögöttem látható hőszigetelt, ipari, gyorsmozgású spirálkapunk. Ennek az alkalmazásával 200 kötője 800 gigajoule energiát lehet kapunként megtakarítani. Ez 1-2 millió forinttól akár 10 millió forintig terjedhet. Emiatt nagyon-nagyon gyors a beruházás megtérülése, mérettől és a csarnok fűtöttségi szintjétől függően fél év és másfél éven belüli megtérüléssel számolhatnak az ügyfelek. Az EFAPLEX cég által bemutatott másik fő terület a digitalizáció. A fejlesztések használatával további jelentős költségeket tudnak megtakarítani az ipari kapukat üzemeltetők. Hogyha megáll egy ilyen berendezés, az sokba kerül az ügyfeleknek. Körbe kell mennie egy targoncának, leáll miatta a gyártórobot, leállnak a gépek, energia szökik ki a gyárból, az elektromos targoncák nem bírják végig a műszakot, stb. Nagyon nagy költséggel jár. Azon vagyunk a digitális rendszereinkkel, amiknek a segítségével hálózatba kötjük a kapujainkat, hogy előre detektáljuk a kapu állapot és hibajelzéseinek változásából, azok sűrűsödéséből az esetleges hibákat, és ha esemény következne be, arról előre figyelmeztetjük az ügyfeleket, és felajánljuk neki, hogy ő válasszon azon időpontok közül, amikor javítani szeretné a berendezését előre, amikor még működik. Egy üzemben a gyártósoron rendkívül fontos a biztonság, a gépek mellett dolgozó emberek védelme. Nagyon nagy, D-biztonsági osztályú EFAPLEX gépvédelmi kapukkal akadályozhatók meg az üzemi balesetek. Ezeket a kapukat többnyire a robot vezérlése irányítja. Amikor a robot úgy gondolja, hogy most megáll, a munkadarab elvehető vagy beszállítható, akkor nyitja a kaput, amiután a munkadarab bekerült vagy kikerült, akkor zárja a kaput, és a robot csak azután működhet tovább, maximális biztonságot nyújtva az ott dolgozó kollégáknak. A Stöbik cég kamerája a most használatos füst- és tűzjelzőknél sokkal hamarabb képes jelezni füstöt és hőmérséklet emelkedést. Már az emberi test melegét is pontosan érzékeli, így könnyebben megakadályozhatóak az öngyulladások, elektromos tüzek. Stöbik néhány évvel ezelőtt megalapította a Stöbik Technology üzletágat. Ennek keretében a tüzet előre igyekszünk detektálni. Tehát nem a már kitört tüzet, mint esemény próbáljuk szakaszolni, hanem nagyon korán szólni, hogy az automata tűzoltó berendezések elindulhassanak. Egy átlagos épület tüzet a füstérzékelők percekkel később érzékelnek. Az általunk telepíthető mesterséges intelligenciával működő berendezés képes akár pár másodperc után a tűz keletkezése után felismerni a tűznek az alakját, és már akkor azt, amikor még sem a füstérzékelők, sem a hő érzékelésen működő infrakamerák nem látják ezt a tüzet.